Nagyon szép, jó reggelt kívánok! Hát ilyen fantasztikus. Hát ilyen pillanat még nem volt itt a reggeliben. Ide nem paradva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tacskóval ülünk ki. 11-en vannak? Jól számoltam? Jól számoltam. Na hát, mert hogy augusztus 25-én Gödöllőn, immáron 6. alkalommal rendezik meg a nagy tacskó találkozót, méghozzá Paluska Péter ötletgazdának köszönhetően. Aki hol a mazsolád? Ő az? Ő a mazsolád. Kicsit nehézének. Szóval, hogy ugye egy éves volt a te kutyád, amikor úgy döntöttél, hogy létrehozod ezt a tacskó találkozót. Mi volt ennek az oka, hogy egy ilyet úgy döntöttél, hogy kéne szervezni? Kíváncsi voltam nagyon, hogy kinek van még tacskója Magyarországon, és szerveztem egy ilyen kis eseményt, és akkor csak ilyen kis sétának indult a Hajógyári szigeten, de már akkor is eljöttek 200-an. Tehát, hogy egy Facebook esemény alapján. És utána úgy gondoltuk, hogy ebből egy hagyományt kell csinálni, mert nagy igény van rá. Itt van velünk Lengyel Mónika, fajtamentő is. Miért kell menteni a tacskófajtát? Hát, mert sok van. Sok kidobott kutya van. Most sajnos egyre több olyan, akik gazd is leadja, mert megunja és nem kell. És hát őket segíteni kell új gazdikhoz. Ezt nem tudtam, igen, hogy a fajtát kell-e menteni, mert hogy már nem tudom, mert nagy a keveredés. Ja, nem. Egyszerűen megunják, meg lehet unni a tacskót. Hát, egyáltalán a kutyákat sokan. Szerintem nem, de... Igen, szerintem nem, de sokan úgy gondolják, nem felelőssége vállalnak. De most ide egy kicsit hadd nézzük, mert ugye van a rövidszőrű, meg a szálkásszőrű tacskó. Meg a hosszúszőrű. Ő a hosszúszőrű. Igen, ő nem már látta. Ez nagyon cuki. És ő milyen? A Harlekin, a Tiger. Tiger. Ez csak szín. A Harlekin, ez a műfaja. De most azt meg lehet határozni, hogy ez egy különleges, egy külön gazdifaj, hogy úgy mondjam, a tacskótartó. Tehát az, aki tacskót választ magának, az egy más ember. Mit tapasztaltál az eddigi találkozókon? Igen. Meg kell választani, hogy milyen. Tehát a tacskókból is van többféle természetű, például a mazsola, ő nagyon jó is. De vannak, akik egyre, tehát hogy nagyon-nagyon vérmesek is. Igen, aki például a Zsófika kezében. Hogy mondjak? Ja, ő azért van a kezemben, ugye azt mondtátok, hogy fogja, mert már idősebb kutyus. Tehát azért a tacskót nem mindenkinek való szerintem, mert ugye a tacskóról köztudott, hogy nem szabad lépcsőztetni ugye a hosszú gerince miatt. Ez az egyik. A 10. emeleten lakik egy panelházban, ne. Illetve az, hogy jól tudom, hogy a tacskó divatos fajta kezdett lenni az elmúlt pár évben, és egyre többen vettek tacskót. Egyre divatosabb, és ezt úgy gondolom, hogy nekünk is köszönhető, mert nagyon sokan jönnek a találkozóra, és nagyon sok levelet is kapunk, hogy hol lehet beszerezni, hol lehet venni. Hányadik találkozó lesz az idei? Ez lesz a 6. Hatodik már. Második alkalommal vagyunk Gödöllőn, egy gyönyörű szép környezetben a kastély mellett, úgyhogy tényleg... És ez a hosszú szőrű, ez itt... Fog megeri hozzá. De nem, mert azt tudom, hogy hívják őt a... Málna? Nem, ő irágya a fiúkat. De azt hallottam, hogy ő mindenki terrorizál, nem? Igen, nekem azt kéne, hogy egy tacskó terrorizáljon. De erről a hosszú szörül hadd kérdezem, mert ő egy igazi különlegesség, nem? Tehát ő azért hát, ritkább. Igen, ritkább, igen. A Harlekin meg aztán főleg nagyon ritka. Hát abban most egyet több van, mert az divatos. De az ő a tiéd? Igen. Ő a tiéd. És mi történik egy ilyen tacskó találkozó? Ez egynapos, általában itt ez nem egy fesztivál, nem sátorral mennek a gazdik, tehát nem többnapos. Szépen kimennek 25-én Gödöllőre, majd viszik a tacskójukat, és mi minden lát. 10 órakor kezdődik, van szépségverseny, tacsi szépségverseny, ügyességi verseny, jönnek sztár vendégek. Sztár tacskósok? Kik azok, akiket ismerhetünk? Hauman Máté például, igen. Most sajnos forgatás miatt nem tud jönni, de ő is például a Futinka Egyesülettől fogadott örökbe, őnek is onnan van a tacsia. Máté is tacsis, amilyen. Jön Radics Gigi, igaz, hogy nem tacsis, de nagy állatbarát is, kutya szerető. És őnek kell Laci, ő fitness modell, ő neki tacskója van, ők is jönnek, úgyhogy egy egész napos programunk lesz. Na most, hogyha itt hirtelen csinálnánk egy ilyen kis szépségverseny, melyik szerintetek, vagy melyik mondható a legtökéletesebb tacskónak ebből a 11-ből? Mindegyik szép. Nekem nagyon tetszik, ő nagyon formás, nem túl dagi, mert könnyen el tudnak hízni azért. Igen, a nagymamát nagyon szeretik etetni a tacskóra. Súlyákra mindig vigyázik, Igen. Nagyon cuki, egy kis rókababa. De amúgy ez egy vadász kutya. Főleg a szálkás, ő a fő. Igen. Vadászok is használják aktívan. Igen, de a rövidszőrük is. Egyébként nagyon ajánlom figyelmetekbe Szívós Marci barátomat, a vízilabdázó világbajnokunkat,
aki ráadásul két ilyen szőrös tacsinak a tulajdonosa, mert ő vadászatra használja, tehát nagyon profi kiképzik. Milyen típusú embereknek ajánljátok, hogy tacsit fogadjon örökbe? Hát mindenképpen kell hozni egy határozottság, meg szabályok kellenek, mert ők elég makacsok, meg az egójuk az el tud szállni hamar. Úgyhogy mindenképpen, tehát sok mindent meg lehet engedni, de úgy, hogy csak akkor, ha megvan az, hogy te mikor engeded, és hova engeded meg, hogy... Aha. Mert ők is, nálam otthon kanapé, meg mit tudom én, de ugye akkor jöhetnek föl, ha meg van engedve, ha nem, akkor nem. Bármilyen furcsa, azért ők nagyon komoly munkakutyák egyébként, nem? Tehát főleg ugye feladatra. Igen. Elsősorban vadászatra fantasztikusan megérzik, oda mennek, tréningezni simán lehet őket, hogy betanítani egy-két dologra? Jó, persze, nagyon tanulékonyak. Nagyon okosak, nagyon okosak, és szeretik is, tehát hogy agyasak is, úgyhogy szeretik a feladatokat, szeretik, ha úgy sokat foglalkoznak velük. Mozgatni kell őket, foglalkoznak. Milyen édesek. Péter, van-e a csapatban valaki, aki valami nagyon spéci dolgot tud, tehát aki így a tacskók szupersztárja, mert valamiben nagyon... Nem tudom, hogy ők tudnak-e valamit. Hát olyat nem, olyan nagyon nem. Gyere már ide te is. Hát szia! Nem, szóval nincs csak olyan, ők nem olyanok. Hát ők mind mentett kutyák, nagyjából a Mazsi nem, meg a Pille nem, aki ott ötletek van. A többi mind olyan, aki már idősebb. Mi az, amit ki lehetne emelni, tehát így tulajdonságra? Tehát mit kell tudni arról, hogy a tacskó az egyetlen olyan kutya, amelyik tacskó. Tehát van a kutya, meg a tacskó. Igen. Nagyon-nagyon makacs tényleg ő is, hogyha valami nem úgy van, hogy ő akarja, akkor befordul a farkára is vége a napra. De, és már nem direkt van kóráz, mert ő elkapja. Igen, mert ő elindul. Már így is elindul. Már hát legyen, csak visszaviszok, hogy aki nem hal. Tacsi találkozom, ugye? Ezt akkor még mindenképpen említsük meg, és akkor... Tombola, jótékonysági tombola, étel, iszal, minden, ami kell, vásári hangulat. És sok tacskó, nagyon jó szokott lenni. Hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sok és tacskóra vágyó. Gyere hozzánk többször is. Gödöllő, tehát 25-dik ére, nagy tacskó, Tali, immáron 6. Igen, muszáj, hogy felálljak, nem akarok itt hagyni, de muszáj, hogy felálljak. Köszönjük szépen.